Gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el a kormány. A cégeknek áramárplafon jön, és hideg élelemért is lehet majd szépkártyával fizetni. Újabb lövöldözés volt a migránsok között Szerbiában, közel a magyar határhoz. Két nap alatt ez volt a második ilyen összecsapás. Elkezdődtek a nyári táborok, idén több mint 200 ezer fiatal kap lehetőséget valamilyen kikapcsolódásra. És megérkezett az idei első hőhullám, a hét közepén már 36 fok is lehet, figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Ez a Híradó 7:30-tól, az M1-en Meszes Bognárka vagyok, jó estét kívánok! Gazdaságvédelmi akciótervet fogadott el a kormány, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ennek része, hogy augusztustól hideg élelemre is felhasználható lesz a szépkártya, valamint, hogy a gyógyszerforgalmazó cégek az extra profit adójuk felét leírhatják. Gulyás Gergely arról is beszélt, árplafont vezetnek be az áramra egyes szektorokban, ami 5000 vállalkozásnak segíthet, mintegy 40 milliárd forint értékben. Ebben a kaposvári kisboltban a vevők korábban is rendszeresen használták a szépkártyáikat vásárlásra. Erre augusztus 1-től még szélesebb körben lesz majd lehetőségük. Hallottam ezt az intézkedést, és úgy gondolom, hogy mindenkinek ez jó, mert több területen fel tudják használni, és el tudják költeni a kafetériában kapott összeget a vásárlók, dolgozók. Azzal, hogy augusztus 1-től a kormány kibővíti a szépkártyák felhasználását, több vevőre számítanak ebben az üzletben is. Forgalom növekedésre számítunk az új intézkedés alapján, hogy újból szépkártyával lehet hideg élelmiszert vásárolni. A gazdaságvédelmi akcióterv szerintünk jelentős segítséget nyújt a vállalkozásoknak. A kormányinfó jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter az akcióterv elemeit, köztük a szépkártyákat érintő változásokat. Lehetővé tesszük a szépkártyák felhasználását a hideg élelemre. 2023. augusztus 1-től december 31-ig erre korlátlanul lesz lehetőség, és ezzel egyidejűleg azt is lehetővé tesszük, hogy ebben az időszakban a munkáltatók a szép kártya keretet, amelynek a maximális összege 450 ezer forint, további 200 ezer forinttal megemeljék az erre vonatkozó kedvezményes szabályoknak megfelelően. Gulyás Gergely közölte azt is, hogy a gazdaságvédelmi akcióterv keretében többek között akár a felére is csökkentetik a gyógyszerforgalmazók és gyártók extra profit adójukat. Ehhez kutatásaikat vagy beruházásaikat kell fejleszteni. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bizonyos vállalkozások számára a villamos energia árára árplafont vezetnek be július 1-től. Hozzátette, ez a lépés 5000 vállalkozásnak segít, és mintegy 40 milliárdos megtakarítást eredményezhet a cégeknek. Három olyan területen, amely a gazdaság teljesítményére és az inflációra is a legnagyobb hatással van, árplafont vezetünk be. Ebből a helyzetből igyekszünk kiszabadítani a magyar vállalkozásokat, és a legmagasabb árat július 1-től 200 euró per megawattban állapítjuk meg. Ez a nettó ár. Azért euróról beszélünk, mert a szerződések jelentős részét is euróban kötötték. Három szektorra érvényes az árplafon, a feldolgozóiparra, a szálláshelyszolgáltatásra és a raktározásra, szállításra. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban a miniszter azt nevezte a legfontosabbnak, hogy az országnak 2024-re védelmi költségvetése legyen, és mint fogalmazott, az országgyűlés elé benyújtott büdzsé ezt a célt szolgálja. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormánynak minden eszközzel élnie kell, ami lendületet visz a gazdaságba, hogy meg tudja védeni a munkahelyeket és a gazdasági növekedést, valamint a családokat és a nyugdíjasokat is. Magyarország nemmel fog szavazni az Európai Bizottság villamos energiapiaci reform tervezetére, ezt közölte a külgazdasági és külügyminiszter Luxemburgban. Szijjártó Péter azt mondta, az energiaügyi tanács ülésén előterjesztett javaslat értelmében Brüsszel akarja megmondani, hogy mikor alkalmazhat egy tagállam csökkentett rezsijárakat. Hangsúlyozta, Magyarország korábban az Európai Bíróságon pert nyert ebben a kérdésben, ezért Brüsszelnek nincs joga arra, hogy elvegye a tagállamoktól ezt a hatáskört. Magyarországon a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartása azért is rendkívül fontos, mert Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat. És mi ezt a helyzetet fenn akarjuk, és fenn is fogjuk tartani. Számunkra teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy Brüsszelből elvegyék ezt a jogunkat, ezért természetesen nemmel fogunk szavazni a villamosenergia piaci reform tervezetére az Európai Bizottságnak, és megőrizzük saját magunknak azt a jogot,
hogy alacsony rezsi árakat állapítsunk meg. Az ukrán csapatok több forrás szerint is súlyos veszteségeket szenvedtek az offenzíva első két hetében, ezért az ellentámadásban akár szünetet is tarthatnak. Közben már több mint 50 ember halálát jelentették a gátrobbantás után elöntött Herszon megyéből, miközben sok helyen még mindig a vízzel küzdenek, máshol a tározóból eltűnt víz hiánya jelent problémát. Orosz katonák törnek be ezen a felvételen egy ukrán lövészárokba a Donyeck megyei Novodonyecke közelében. Az orosz védelmi minisztérium szerint a hétvégén minden ukrán ellentámadási kísérletet visszavertek Donyeck és Zaporizsia megyékben. Egy ukrán egység nyugati harci eszközökkel felszerelve indított támadást, de a rohamosztagosaink visszaverték őket. A város a miénk, az ellenség fegyverzete megsemmisült, állítja egy orosz katona. Az ukrán vezetés szerint tartják az elmúlt két hétben megszerzett pozícióikat, és hétfő reggelre sikerült egy falut elfoglalniuk Zaporizsia megyében. A BBC helyszíni tudósítója azonban megerősítette, hogy Donyeck megyében a súlyos ukrán veszteségek miatt csökkent az ellentámadási kísérletek száma. Az ukránok szerint az orosz légi fölény okozza a veszteségeiket. Az is csoda, hogy még élek. Ahol eddig harcoltunk, az ember nem húzza sokáig. Minden a szerencsén múlik, mert bármelyik pillanatban meleg helyzetben találhatod magad. Az orosz légierő megállás nélkül bombázza az állásainkat. Néhány napja egy rakéta 150 méterre csapódott be tőlem, mélyebb krátert hagyott, mint egy ház, és darabokra szaggatta az autónkat, mondta egy ukrán mesterlövész. Közben a dél-ukrajnai Herszon megyében egyre súlyosabb vízhiánnyal küzdenek. A majdnem két hete felrobbant kahovkai víztározó medre szinte teljesen kiapadt. A lakosok szerint 500 000 hektárnyi szántóföldet fenyeget szárasság. Víz nélkül nincs élet, itt minden el fog pusztulni, mondta egy nő. Az orosz és az ukrán hatóságok szerint a kiáradó Dnyeper összesen már több mint 50 ember halálát okozta. A folyó két oldalán mintegy 11 000 embert telepítettek ki, és még sok eltűntet keresnek. Az ENSZ ukrajnai humanitárius koordinátora szerint az oroszok nem engedik be a segélyszállítmányaikat az általuk ellenőrzött területekre. A moszkvai vezetés szerint biztonsági okokból nem adták meg az engedélyt. Az ukrán oldalról folyamatosan lőnek ránk, lakossági célpontokat tartanak tűz alatt. A támadásokban emberek haltak meg, szóval nagyon nehéz lenne garantálni a szervezet tagjainak biztonságát, mondta a Kreml szóvivője. Közben az ukrán belügyminiszter tanácsadója hétfőn lángoló buszokról tett közzé felvételt a közösségi médiában. Az ukrán vezetés szerint a felvétel Herszonban készült, ahol vasárnap este egy buszpályaudvart és egy benzinkutat is orosz rakéta csapásért. Sérültekről nem érkezett jelentés. Közben a hétvégén véget ért az afrikai országok ukrán-orosz látogató körútja. A béke delegációt vezető Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnök sikeresnek nevezte a tárgyalásokat. Azt gondolom, a találkozók legfontosabb eredménye az, hogy a hadviselő felek egyáltalán hajlandóak voltak meghallgatni a felvetéseinket. Nem gondoltuk, hogy elsőre sikerülhet véget vetnünk a háborúnak, de fontos lépéseket tettünk. Mi vagyunk az elsők, akik az ukrán és az orosz vezetőkkel közvetlenül egymás után tárgyaltunk, és folytatjuk a párbeszédet, mondta Cyril Ramaphosa. Az afrikai vezetők és az orosz elnök közötti tárgyalások a jövő hónapban Szentpéterváron folytatódnak, az Afrika-Oroszország gazdasági és humanitárius csúcstalálkozón. A legfontosabb kérdés ma az, hogy az ukrajnai háború regionális marad vagy globálissá szélesedik. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt az Európa Tanács strasbourgi ülésén. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Európa a legsúlyosabb gazdasági és biztonsági kihívásokkal néz szembe, pedig az itt élő emberek nem felelősek a háborúért és nem is részesei annak, mégis megfizetik az árát. A miniszter szerint Európa két fő hibát követett el, egyrészt egyre mélyebben belement a szankciós politikába, amely nem hozta meg a kívánt eredményt, másrészt belement egy olyan versenybe is, hogy ki segít többet katonailag Ukrajnának. Sajnálatos módon egyre mélyebben szállunk bele egy nagyon veszélyes spirálba, hiszen minél több fegyver kerül szállításra Ukrajnába, annál tovább fog ez a háború tartani, és minél tovább tart ez a háború, annál több ember veszíti életét, hal meg. Hiszünk abban, hogy a legfontosabb felelőssége a nemzetközi közösségnek jelenleg az, hogy életeket mentsen, emberi életeket mentsen. Az emberi életek megmentése nem lehetséges háborúval, emberi életek megmentése csak békében lehet, és békével lehet.
Magyarország a nemzetközi jognak megfelelően járt el azoknak a volt ukrán hadifoglyoknak az ügyében, akik az orosz ortodox egyház közvetítésével kerültek Magyarországra. Erről a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt az újabb ukrán bírálatokra is reagálva. Gulyás Gergely leszögezte, a 11 ember már Oroszországot sem hadifogolyként hagyta el, itthon pedig teljesen szabad emberként mozoghatnak. Ukrajna minden eddiginél súlyosabb vádakkal illette Magyarországot, erről ír az Index. A portál az ukrán külügyi szóvivő közleményét idézi, amiben a kijevi hivatalnok kétségbe vonta, hogy az ukrán katonák szabadok lennének Magyarországon. Az eltűnt személyekért felelős ukrán biztos szerint, amíg a katonák nem térnek vissza Ukrajnába, addig eltűnt személyként tartják nyilván őket. A miniszterelnökséget vezető miniszter visszautasította az ukrán állításokat. Nem vagyunk rendőrállam, tehát mintán az ő státuszuk az az, hogy teljesen szabadon mozoghatnak, akár magyar állampolgárként, a többségük pedig menekült státuszt kapott. A kárpátaljai korábbi ukrán hadifoglyok Magyarországra szállításával kapcsolatban Gulyás Gergely kiemelte, hogy valójában nem is hadifoglyokról volt szó, mert a szabadításuk megtörtént Oroszországban, az orosz ortodox egyház szabad emberként vette át őket. Ők nyilatkoztak úgy, hogy Magyarországra szeretnének jönni, az ortodox egyház a máltaiakkal vette fel a kapcsolatot, köztük egyház közi vagy egyházi szervezet közi együttműködés eredményeként szállították ide az illetőket, ezért még ilyen értelmelet jogi kötelezettségünk sem volt, de ennek ellenére, hogy a félreértéseket elkerüljük, a külügyminisztérium hivatalosan tájékoztatta az ukrán külügyminisztériumot, de az illetékes ukrán szerveket. A miniszter leszögezte, Magyarország eljárása teljesen megfelel a nemzetközi jognak. A volt hadifoglyokat ugyanis nem csak abba az országba lehet visszavinni, amelynek a katonájaként harcoltak, hanem bármely más országba, hogyha ők ebbe beleegyeznek, vagy ezt kérik. Az orosz ortodox egyház korábban arról adott tájékoztatást, hogy több ukrán hadifoglyot is átadott Magyarországnak. Az esetet Semjén Zsolt egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért is felelős miniszterelnök helyettes emberi és hazafias kötelességnek nevezte. A 11 kárpátaljai katona Magyarországra szállításában a máltai szeretetszolgálat is részt vett. A szervezet a közleményében úgy fogalmazott, arra kaptak felkérést, hogy vegyenek részt emberek életének megmentésében, mint ahogyan tették ezt eddig is az elmúlt 30 évben. Nem történt áttörés Antony Blinken amerikai külügyminiszter pekingi látogatásán, igaz már az is valami, hogy egyáltalán leültek egymással tárgyalni Amerika és Kína vezetői. Abban mindkét oldalon egyetértenek, hogy a két országnak erőfeszítéseket kell tennie a kapcsolatok javításáért. Rövid várakozás a megbeszélés helyszínén, majd egy alig észrevehető mosolyjal kísért udvarias kézfogás következett. Antony Blinken amerikai külügyminisztert hétfőn Xi Jinping kínai elnök fogadta. Blinken 5 év óta az első amerikai külügyminiszter, aki Pekingbe látogatott, hivatalos indoklás szerint a két ország közötti feszültségek csökkentése érdekében. Az államok közötti interakcióknak mindig a kölcsönös tiszteleten és őszinteségen kell alapulniuk. Remélem, miniszter úr, ezzel a látogatással több pozitívummal járul majd hozzá Kína és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok stabilizálásához, mondta Xi Jinping, és üdvözölte, hogy a két fél haladást ért el, és megállapodásra jutott néhány konkrét kérdésben. Ez nagyon jó, mondta. Blinken elmondta a kínai vezetőnek, hogy Joe Biden amerikai elnök szerint az Egyesült Államoknak és Kínának kötelessége rendeznie a viszonyát, és Washington elkötelezett is ennek érdekében. A nézeteltérések tisztázásáról szóltak Antony Blinken vasárnap esti és hétfő délelőtti tárgyalásai. Qin Kang kollégájával és Wang Yi kínai külügyi államtanácsossal több órán át tárgyaltak azokról a témákról, amelyek jelenleg beárnyékolják a két ország kapcsolatát. Az Egyesült Államok számára a legfontosabb, hogy Kína ne támogassa fegyverekkel Oroszországot az ukrajnai háborúban, illetve ne próbálja meg katonai eszközzel megváltoztatni a Tajvan körüli status quót. Washingtont ugyanakkor aggasztja az, amit ők kínai térfoglalásnak tekintenek a dél-kínai tenger térségében, emellett Kína technológiai fejlődését is gyanakodva figyelik. Peking szerint az Egyesült Államoknak téves felfogása van Kínáról. A kínai vezetés felháborítónak tartja, hogy Washington hatalmi pozícióból tárgyal vele, holott a kétoldalú viszonyt a kölcsönös tisztelet és egyenlőség alapján kell fejleszteni. Antony Blinken a sajtónak úgy nyilatkozott, tisztában vannak azzal, hogy a kapcsolatok kezelése kihívást jelent.
Minden találkozón hangsúlyoztam, hogy a közvetlen elkötelezettség és a felső szintű kommunikáció a legjobb módja annak, hogy felelősségteljesen kezeljük különbözőségeinket, és biztosítsuk, hogy a verseny ne fajuljon konfliktusba. És ugyanezt hallottam kínai kollégáimtól is. Mindketten egyetértünk abban, hogy stabilizálni kell kapcsolatunkat, mondta. Ennek érdekében vendéglátóinak elmondta, a jövőben szívesen látnak vendégül kínai tisztviselőket az Egyesült Államokban. Elemzők szerint ez a látogatás lehet az első lépés egy Xi Jinping kínai és Joe Biden amerikai elnök közötti csúcs találkozó előkészítésében. Brüsszel a migránsok kötelező betelepítésére készül, szögezte le a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a belügyminiszterek által elfogadott javaslat most még csak évi 30 ezer migráns befogadásáról beszél, de ennek a többszörösét is megállapíthatja az Európai Bizottság, erre ugyanis a szabályozás bármikor lehetőséget ad. A baloldaliak többsége is elutasítja a migráns kvótát, áll a Nézőpont Intézet Magyar Nemzetnek készített elemzésében. A friss közvéleménykutatás rámutat, a magyarok 77%-a ellenzi, hogy az Európai Unió bevándorlókat küldjön Magyarország területére, de Brüsszel tervét még a baloldaliak 58%-a sem támogatja. Az elemzés arra is kitér, az újra gondolt migráns kvóta terve ellentétes a 2016-os magyar népszavazás után a magyar alaptörvénybe is beiktatott elvvel, miszerint Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be. Azok az országok, amelyek nem szeretnének menekülteket befogadni, ők más módon tudnak hozzájárulni a közöshöz. Közben a balliberális pártok a legutóbbi belügyminiszteri tanácsi döntés után is tovább erősítik a migráció kérdését. A Momentumos Fekete Győr András az M1-nek elismerte, a kötelező betelepítési kvótával a nemzetállamoknak korlátozottá válik a mozgástere. Ön szerint nincsen kötelező betelepítési kvóta? Nincsen, nincs ilyen. A Párbeszéd zöldek háborúpárti politikusa Tordai Bence kérdésünkre azt állította, szó sincs brüsszeli diktátum. A DK-s Arató Gergely pedig egyenesen úgy fogalmazott, hazugság, hogy az Unió erővel akarna migránsokat telepíteni Magyarországra. Ez nem igaz, ez hazugság. Brüsszel ismét migráns kvótát tervez, de Magyarország nem fogad el semmilyen kötelező betelepítést, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely hangsúlyozta, ez egy újabb meghívó levél lehet a migránsoknak. Brüsszel döntése a migráns kvótáról elfogadhatatlan és kifejezetten veszélyes. Meghívó levelet jelent mindenkinek, aki Európába akar jönni, erősíteni fogja a migrációt, és azt látjuk, hogy Magyarország több vonatkozásban is rendkívül hátrányosan érintett lenne egy ilyen szabályozás által, ezért ez ellen küzdeni kell. Lehet, hogy most még csak 30 ezer migránsról beszélnek, de ennek a többszörösét is megállapíthatja a bizottság bármikor. A miniszter felhívta a figyelmet a brüsszeli tervnek arra a részére is, ami az összes uniós menekültügyi eljárás harmadának lefolytatására kötelezné Magyarországot, aránytalan és rendkívüli terheket okozva az országnak. Újabb lövöldözés volt a magyar-szerb határnál, most a zombori befogadó központban estek egymásnak a migránsok. A környéken rengeteg a bevándorló, és mindennaposak már az összetűzések is, szombaton órákig ropogtak a fegyverek Szabadkánál. Bár a rendőrök folyamatosan elviszik a bevándorlókat a határtól, idővel mindig visszatérnek. Lövések dördültek és zúgtak a szirénák. Migránsok csaptak össze vasárnap éjszaka a zombori befogadó központban. Több videó is felkerült a közösségi oldalakra. Hallani a fegyverropogást és a kiabálást, a rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre, de csak nehezen tudták megfékezni az illegális bevándorlókat. Most már viszonylagos nyugalom van a környéken, de a helyiek szerint ez csak átmeneti, mert rendszeresek a balhék. Több ezer migráns van a telepen, és a taxisok folyamatosan hozzák az utánpótlást. Egymás között szoktak verekedni, meg is szúrták egymást. Este is itt volt a rendőrség, mondja ez a helyi nő. Sérültekről egyelőre nincs hír. Valószínű, hogy ismét a határmenti erdős területekért szálltak egymással harcba a migránsok. Azokat ugyanis szír és afgán embercsempészbandák uralják, akik fejenként 800-1000 eurót is elkérnek az áthaladásért. Emiatt pedig egyre gyakoribbak az összetűzések.
Félelemben és rettegésben élünk, hogy mi lesz ezután, mert ami most van, az már minden határon túlmegy. Vigyék vissza a migránsokat oda, ahonnan jöttek, kéri ez a zombori férfi. Két nap alatt ez már a második fegyveres leszámolás volt a magyar határ közelében. Szombaton a szabadkai makhetesi erdőben is lövöldöztek az illegális bevándorlók. Speciális egységeket kellett bevetni, lezárták az utakat és drónokkal ellenőrizték a terepet. Három migráns súlyosan megsérült, lőtt sebekkel szállították őket kórházba. Az eddigi legdurvább incidens egy éve történt, amikor afgán és pakisztáni csoportok csaptak össze, ugyancsak a makhetesi erdőben. Akkor egy migráns meghalt, hatan megsérültek. A helyzet azóta sem javult, rendszeresek a rivális bandák közötti leszámolások. Hát nagyon nagyok a gondok, az emberek félnek, nem mernek kimenni az utcára, a házakat elhagyni. Erőszakkal támadják a migránsok a magyar határt is. Lövöldöznek, fejszéket dobálnak, semmitől sem riadnak vissza, hogy hazánk területére jussanak, egyre agresszívebbek. Csak az elmúlt három napban több mint 1000 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a magyar rendőrök, idén pedig összesen már több mint 60 000 migráns tartóztattak fel hazánk területén. Egy embercsempész hálózat 14 tagját vették őrizetbe a hétvégén Pakisztánban. A gyanú szerint ők segítették azokat a migránsokat, akik múlt hét szerdán szenvedtek hajótörést a Földközi-tengeren. Több mint 300 pakisztáni és 200 szíriai halhatott meg a tragédiában. A helyi hatóságok szerint Pakisztánban ma nemzeti gyásznapot hirdettek emlékükre. A kalamatai kikötő továbbra is tele van kétségbeesett emberekkel, akik mobiltelefonnal a kezükben hozzátartozói képét mutogatva járják a dokkot. Reménykednek, hogy valami biztosat megtudhatnak. Ám a kutatás eddig nem hozott eredményt. Szerda óta nem bukkantak újabb túlélőre és holttestre sem a hatóságok. Így egyre biztosabb, hogy több száz halottja van a hajókatasztrófának. Mindenki gyászol ebben a kasmíri faluban. Négy helybéli fiatal utazott azon az embercsempész hajón, ami a múlt hét elején indult Líbiából Európa felé. A rozog a halászbárka szerdán a görög partok közelében felborult és percek alatt elsüllyedt. Alig 100-an élték túl a tragédiát. Elmondása szerint mintegy 500 ember rekedt a fedél közben, többségében nők és gyerekek. Közülük 78 áldozat testét most a partra a víz. A legtöbben pakisztániak voltak. Rokonai részvét nyilvánításait fogadja ez a pakisztáni férfi. Az ő gyereke is a hajó szerencsétlenség áldozatai között van. Azt mondja, megpróbálta eltéríteni a fiát a szándékától, de az embercsempészek telebeszélték a fejét, így végül papírok nélkül indult útnak. Repülővel vitték a líbiai Tripoliba. Ott egy táborba került, ahol sokan már több éve arra vártak, hogy útra kelhessenek. Mosdatlanok voltak, sokan tetvesek is, ételt, italt alig kaptak. Kérleltem a fiam, hogy jöjjön haza, de minden pénzét elvették, több mint 7000 dollárt, mondja a férfi megtörten. Hozzáteszi, a fia 4 hónapot töltött az embercsempészek táborában, mielőtt hajóra szállt. A kormánynak le kell csapnia ezekre a csempészekre. Kegyetlenség, amit művelnek. Kihasználják a gyerekek hiszékenységét, ezzel mérhetetlen szenvedést okoznak a szüleiknek, teszi hozzá. Több mint 300 pakisztáni áldozata lehet a tragédiának, az iszlamabadi hatóságok szerint. Emlékükre hétfőn nemzeti gyásznapot hirdettek. A pakisztáni hatóságok közölték. Az embercsempész hálózat 14 tagját őrizetbe vették. Többen megpróbáltak elrejtőzni a hatóságok elől, amikor kiderült, hogy elsüllyedt a hajó. Így volt, akit a rejtekhelyükön ért utol a pakisztáni rendőrség. És további információkat várnak azoktól a pakisztáni túlélőktől is, akiket hétfőn hallgatnak ki Görögországban. Pakisztán miniszterelnöke kemény fellépést ígért az embercsempészekkel szemben. Kérdés azonban, hogy mire lesz elég a komolyabb állami fellépés. Pakisztán gazdasága romokban hever. A pakisztáni rúpia egy év alatt értékének a felét vesztette el. Vágtat az infláció, állandósultak az áramkimaradások. A múlt évi katasztrofális árvizek után sok helyen még el sem kezdődött az újjáépítés. Sok ember azóta is sátorban lakik. A gazdasági bajokat pedig tetézi a folyamatos politikai bizonytalanság és a növekvő terrorveszély. Így továbbra is tömegek akarják elhagyni az országot. A bevándorlást támogató szervezetek közül több is szándékos tétlenséggel vádolta meg a görög parti őrséget, amiért nem evakuálták időben a túlzsúfolt hajót.
A görög vezetés azonban leszögezte. A parti őrség többször is felvette a hajóval a kapcsolatot, de az visszautasította a felajánlott segítséget. Elindult az, amit a kormány a kötelező akciózástól várt, a boltok elkezdtek versenyezni a vásárlókért, erről a kormány szóvivő beszélt a kormányinfón. Szentkirályi Alexandra elmondta, hogy több termék esetében is a kötelezően előírt 10%-nál nagyobb akciókat hirdetnek az üzletek, hangsúlyozta, az akciókkal együtt pedig az ellenőrzések is elindultak. Ahogy az ástopok esetében lehetett számolni nagyon komoly ellenőrzéssel, illetve bírsággal is, ugye itt már 2 milliárd forint fölött van a kiszabott bírságoknak az összege, több ezer bolt ellenőrzésen vannak túl a fogyasztóvédelmi hivatal munkatársai, úgy legalább heti 50 boltot ellenőriznek az akciók keretében most is, tehát nem érdemes itt sem trükközni, mert ezeket a szabályokat kőkeményen számon fogják kérni a hivatalok. Több mint 10 000 édesapát kísértek el gyermekeim a munkába. Idén is rengeteg munkáltató csatlakozott a Válvetve apával programhoz. A kezdeményezést minden évben az apák napját követő hétfőn tartják. A cél, hogy erősítsék a gyermek-apa kapcsolatot. A borászat rejtelmeit figyelhették meg a gyerekek egy cserszegtomai birtokon. Láthatták, hogy mivel foglalkoznak az apukáik, és hogyan készülnek az zamatos italok. A cég örömmel csatlakozott a Válvetve apával programhoz, azért, hogy a munkahelyükön gyermekükkel tölthessenek egy napot. Kíváncsi gyerekekkel telt meg a Pest vármegyei kormányhivatal is. Érkezett nekem a mai feladatom. A gyerekek ámulattal figyelték, hogy milyen épületben dolgozik az apukájuk, és azt is, hogy milyen sok dolga van. Apa munkozó, de nagyon szép. A kicsik legjobban annak örültek, hogy több időt tölthettek az apukájukkal. Nagyon szeretem aput. Amikor kezdődik nálunk a hét, akkor az van, hogy összeülünk és megbeszéljük. Még a hétindító értekezleten is részt vehettek a gyerekek, a nagyobbak már többször jártak a hivatalban. Mindig nagy személy volt a szemembe édesapukám, és nem akartam olyan gyerek lenni, aki nem tudja, hogy hova jár bedolgozni mindennapokban. A Pest vármegyei kormányhivatal idén csatlakozott először a Válvetve apával programhoz. A dolgozók gyermekei így bepillanthattak édesapjuk munkájába és a hivatal életébe. Nekünk is apáknak érző szívünk van. Mi is szeretnénk, hogy a gyermekeinkkel bensőséges jó kapcsolatunk legyen. Ennek pedig elengedhetetlen feltétele, hogy tudják, hogy mit csinálunk napközben. Hajrá, édesapák! A fiatalokért felelős helyettes államtitkár 3 gyermekes édesanyaként is támogatja, hogy a munkahelyek megnyissák kapuikat a gyerekek előtt. Nagy Varga Zsófia azt mondta, a családpolitikai államtitkárság az édesanyák mellett kiemelt figyelmet fordít az édesapákra is. Az elmúlt években maga az államtitkárság is arra törekedett, hogy azok az intézkedések, amelyek a legtöbb esetben addig az édesanyákat érték el, azok ki legyenek terjesztve egyfelől az édesapákra, és másfelől, ami nagyon fontos, hiszen a nagyszülők között is vannak férfiak, a nagyszülők is igénybe vehetnek ma már számos család támogatási intézkedést. A férfiak klubja 6 évvel ezelőtt hozta létre a Válvetve apával programot, azzal a céllal, hogy erősítsék az apa-gyermek kapcsolatot. Ha megengedik nekik a munkáltatóik, hogy behozzák a gyerekeket apák napját követő hétfőn a Válvetve apával napon a munkahelyekre, akkor valójában beavatják a gyerekeiket a titkos, felnőtt életükbe. És ez egy nagyon mély kötődésre ad lehetőséget. Minden évben egyre több intézmény kapcsolódik be a programba, így idén már több mint 10 000 édesapa mutatta meg gyermekének a munkahelyét. A demokratikus koalíció szerint csak egy összetartó ország tud sikert elérni és jólétet teremteni. Dobrev Klára, a párt EP képviselője, az európai minimálbér szabályozásra rendezett konferencián egyebek mellett jelentős béremelést sürgetett. Egy kormánynak egyetlen egy igazán fontos célja van, és az a jólét. Hogy az emberek jól éljenek, és hogy ezt a jólétet fenn lehessen tartani hosszú éveken keresztül, évtizedeken keresztül. Az MSZP azt kezdeményezi, hogy az élelmiszerek és a lakossági energiaszolgáltatások 27%-os áfája csökkenjen 5%-ra. Tóth Bertalan, a párt frakcióvezetője, az infláció letörését nevezte az egyik legfontosabb feladatnak. Az adópolitikán kellene változtatni. 5%-ra mérsékelni az élelmiszerek és háztartási energia áfakulcsát, és eltörölni az élelmiszereket drágító extra adókat.
Az LMP szerint a társadalmi ügyeket és a lakosság érdekeit az önkormányzatokban a települések szintjén is képviselni kell. Kanász Nagy Máté erről akkor beszélt, amikor bemutatta Szabó Kellner Katalint, pártja pesterzsébeti polgármester jelöltjét. Mindenképpen olyan jelöltekre, polgármesterjelöltekre, képviselőjelöltekre van szükség, akik helyben laknak, akik ismerik az ott élők, a helyi lakosok problémáit, és akik folyamatosan kapcsolatban vannak velük. Eltűnt egy tenger alatt járó, amelyik turistákat vitt a Titanic roncsaihoz. Az üzemeltető cég egyelőre nem közölte, hányan tartózkodtak a szerkezetben, amely egyébként 5 fő szállítására képes, és azt sem, hogy pontosan hol lehet a tenger alatt járó. A világ leghíresebb hajóroncsa 3800 méter mélyen fekszik az Atlanti-óceán fenekén, és az elmúlt években rendszeresen látogatták turisták. A bostoni parti őrség megkezdte az eltűnt vízi jármű keresését. Az üzemeltetők szerint a tenger alatt járó oxigén tartalékai 96 órányi víz alatti tartózkodást tesznek lehetővé. 2 magyar meghalt, miután sportrepülőgépük lezuhant Svédországban. A kisgép Stockholmtól 120 kilométerre délnyugatra Arkösund falunál csapódott a tengerbe vasárnap. A svéd rendőrség közlése szerint 2 40-es éveiben járó magyar férfit találtak holtan a búvárok a géproncsainak közelében. A svéd polgári légiközlekedési hatóság szerint a gép Lengyelországból repült, és egy a svéd fővárostól északnyugatra található repülőtérre tartott, ám eddig ismeretlen okból megváltoztatta az útirányt. A hatóságok szerint a rossz időjárás is közrejátszhatott a döntésben. A keresést akkor kezdték, amikor megszakadt a kapcsolat a légirányítás és a gép között. A baleset okát még vizsgálják. Itthon 6 járműt között össze délután az M5-ös autópályán, a baleset miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Örkénynél a Szeged felé vezető oldalon történt a tömeges ütközés, amiben 2 kamion, 3 autó, valamint egy kis busz ütközött össze. A rendőrség tájékoztatása szerint a balesetnek sérültjei is voltak, a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljesen lezárták az autópálya érintett szakaszát, de azóta már járható az út. A legmodernebb mezőgazdasági technológiákat mutatja be a Kék bolygó legújabb adása, amely már videós tartalommal is kibővült. Áder János műsora a Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaságban járt. A volt köztársasági elnök Lázár Jánossal beszélgetett a mezőgazdaság jövőjéről és kihívásairól. A traktorban nem ül senki, automatikusan végzi a dolgát, egy táblagépről irányítják. A tehenek vízágyon pihennek, a fejésüket pedig robotok végzik. Ez pedig Európa egyik leghatékonyabb mezőgazdasági öntözőrendszere működés közben. Ezek mind a mezőhegyesi nemzeti ménesbirtok és tanggazdaságban találhatóak. A Kék bolygó legújabb adásában többek között ezekről a legmodernebb technológiákról beszélgetett Áder János korábbi köztársasági elnök Lázár Jánossal, a Jövő Nemzedék Földje Alapítvány kuratóriumi elnökével. Az immáron videós tartalommal is jelentkező internetes műsor fő témája a magyar agrárium volt. Lázár János azt mondta, a mezőhegyesen kipróbált technológiákat bárki megtekintheti, az itt folyó gazdálkodás színvonala és eredményessége pedig mintaként szolgálhat minden magyar gazda számára. Hozzátette, a modernizált mezőgazdaság vonzó lehet a fiatalok számára is, ami megoldást jelenthet az előregedő gazdatársadalom problémájára is. Az a megközelítés, hogy a mezőgazdaság már nem fontos, ez a világ lejárt, nem lényeges, szerintem teljesen újraértékelődik. Az egészséges élelmiszerhez akkora társadalmi érdek fűződik már ma is, és fog a jövőben is fűződni, ami az egész mezőgazdaság számára egy új lehetőséget biztosít, ez pedig, ha jól van csomagolva és jól van föltállalva, akkor a fiatalok számára potenciális lehetőség. A mezőhegyesi tanggazdaságban nemrég Európa egyik leghatékonyabb öntözési rendszerét építették ki, így a korábbi vízmennyiség 60%-ával 2-szer akkora területet tudnak öntözni, mint korábban. Áder János azt mondta, a következő időszak egyik legfontosabb kérdése, hogy lesz-e megfelelő mennyiségű és minőségű víz és élelmiszer. A 20. század az olaj évszázada volt, a 21. század a víz évszázada lesz, és az élelmiszer ugyanígy, plusz 2 milliárd ember lesz még a Földön, pedig már most sem vagyunk kevesen, akiknek az ellátásáról, részben a megfelelő minőségű víz biztosításáról, részben pedig a megfelelő minőségű élelmiszer biztosításáról gondoskodni kell. A Kék bolygó legújabb adása elérhető az interneten és a legnépszerűbb videó megosztó portálon is. Elkezdődött a vakáció, ezzel együtt pedig a nyári táborok is. A foglalások alapján rekordnyárra számítanak a szervezők, csak nem 230 ezer fiatal pihenhet táborokban. A kínálat idén is rendkívül színes, mindenki megtalálja a neki kedves kikapcsolódást.
függőleges legyen, úgy, és amikor átért, akkor abba hagyhatod, jó? Pörgetyűt készítenek a gyerekek a napközi Erzsébet táborban Kaposváron. A kézműves foglalkozás mellett ügyességi játékokkal is várták a táborozókat. Nagyon örülök, hogy vége van a sulinak. Én nagyon szeretem az Erzsébet tábort, tavaly is voltam már. Hát nagyon jó programok vannak mindig. Most például barkácsoltunk, pörgetyűt csináltunk. A gyermekek számára ingyenes napközis tábort már második éve rendezi meg a Nagy Boldogasszony Iskola Központ Kaposváron. Két héten keresztül gondoskodunk a gyermekekről, elsőtől hatodik osztályig hirdettük ezt meg, és első héten 106 gyerekünk van, második héten pedig 79 táborozót várunk. Az első héten a tábornak a tematikája az egészségtábor, második héten pedig hittan táborba várjuk a gyerekeket. Ki az, aki ismeri a mentákat például? Milyen mentát ismertek? 60-ban a természetvédelem jegyében indult napközis tábor általános iskolások számára. A többnapos programon játékos feladatokkal és kirándulásokkal ismertetik meg a táborozókkal a gyógynövényeket és a különböző élőhelyek állatvilágát. A gyerekek közül sokan a túrázást várják a legjobban. Szeretem a természetet, és anyukámmal sokat kirándulunk. Az ötnapos tábor ideje alatt a gyógynövények felhasználását is megtanulják a gyerekek. Az agyvaligetbe látogatnak ki a gyerekek, ahol lándzsás útifüvet fognak gyűjteni és megismerni, majd abból itt készítik el a szörpöt maguknak. Egy másik napon Mátraházára látogatnak el a gyerekek, oda visszük őket kirándulni, ott is gyógynövényeket fognak gyűjteni, és abból teát fognak készíteni. Vehettek bármilyen gyümölcset, és akkor bemegyünk közéjük. Ez pedig már a kecskeméti vadaskert, ahol a gyerekek részt vehetnek az állatok gondozásában is. Elsők között a barna makik etetése volt a fő feladat. A majmok etetése is nagyon nagy látványt nyújt, és nagyon jó érzés, amikor azt látod, hogy az állat az elfogad. Az állatgondozás mellett vetélkedőket és kézműveskedést is szerveznek a gyerekeknek. Kedszerda csütörtökön reggel mennek gondozni az állatgondozókkal, állatot ápolni, etetni, takarítani, és közben rejtvények, feladatok, természettudományos műhely, állatvédelem, játékos formában, mozgásos feladatok, kézműveskedés, tehát minden, ami itt a megtalálható. Mezőségi táncokat tanulhattak a fiatalok a kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábor első napján Sátoralja új helyen. Az eseményre idén is több száz kárpátaljai gyermek érkezett. Tavaly is részese lehettem ennek a tábornak, és az éven is nagyon vártam, mivel tavaly nagyon jól éreztem magam. És igazából bárhogy ez az első nap, de már nagyon sok új érzés van bennem. A foglalkozásoknak a Rákóczi tábor ad otthont. A tábor célja, hogy a kárpátaljai népzene és néptánc oktatásban résztvevő gyermekek találkozhassanak egymással és segítsék a szakmai fejlődésüket. 27. alkalommal szervezzük a tábor, tehát kárpátaljai népzene, néptánc és kézműves tábor, és immár második alkalommal itt a Rákóczi táborban. Jelenleg 350-en vagyunk a táborban, a gyerekek hangszeres népzenével, néptánccal, népénekkel, kézműves foglalkozásokkal vehetnek részt. Ez kiegészül esti táncházakkal és népzenei koncertekkel. A táborfigyelő adatai szerint idén várhatóan 230 ezren vesznek részt nyári gyermektáborokban. A legtöbb gyermek Pest, Veszprém és Somogy vármegyében kap lehetőséget a kikapcsolódásra. Megérkezett a nyár első igazi kánikulája, szerdától szerte az országban 30 foknál melegebb lesz, csütörtökön pedig akár 36 fokot is mérhetünk. A legtöbben a vízpartokon vészelik át a forróságot, de érdemes figyelni, erős például az UV-sugárzás, a hőség pedig megviseli az arra érzékenyeket. Egyesek a szökőkútban, mások a Balatonban fürdőztek, így hűsöltek Füreden a 30 fokos kánikulában. Azoknak pedig, akik nem a fürdőzést választják, még jobban kell készülniük az extrém melegre. Egy vizes törölköző mindig van nálunk, tehát akár a nyakunkat, akár a fejünket, de víz az mindig van, úgyhogy mosakodni is tudunk, inni is tudunk, tehát azért van ez a kis kosár a kerékpáromon. Még csak egy napja van igazán jó idő, de már most több mint 2000-re rohamozták meg a gyulai várfürdőt.
A legmelegebb órákban a vendégek a fák árnyékában pihenhetnek. 4-5 termálvizes medencével, kültérivel várjuk a vendégeket, és 4 darab hidegvizes medencékkel. Emellett próbálunk szórakoztató programokat is szervezni. Minden héten pénteken a gyerekeknek bábszínház van. Júliusban sportrendezvények lesznek, például lesz egy ilyen erőemelő, felhúzó országos rendezvényünk a Csúszdás-medencénél, ahol péntek, szombaton és vasárnap diszkóval és aquafitnesszel várjuk a vendégeket. Szórakozás közben rendkívül fontos a naptej használata is. Ez azonban csak akkor véd igazán, ha óránként újra kenjük. Ha viszont mégis megtörtént a baj, több megoldás is van a regenerálódásra. Általában az azonnali hűtés a legfontosabb dolog, tehát mindenképpen hűvös helyre kell vonulni, lehetőleg egy elsötétített, beárnyékolt szobába, és az aloe vera nevű növénynek a kivonata az nagyon jó ilyen esetben, azt alkalmazhatjuk, az kapható a patikában is, vagy boltokban. Jellemzően nagyobb településeken a hőérzet jóval magasabb az úgynevezett városi hősziget hatás miatt. A föld ugyanis elveszti hűtő hatását olyan helyeken, ahol egymáshoz közel sok épület található. Ilyen aszfaltos területeken pedig fokozottan ügyelnünk kell az egészségünkre. A mai nap folyamán 30 fok a maximum hőmérséklet a budapesti nyugati pályaudvari hőmérő szerint. Ez azonban a hét közepére akár a 34 fokot is elérheti. Szakértők azt tanácsolják, igyunk minél több folyadékot, és próbáljunk meg minél kevesebbet tartózkodni a tűző napon délelőtt 11 és délután 3 óra között. A gyerekeket és a kisállatokat pedig semmiképpen se hagyjuk az autóban. Az UV-index az ország egész területén meghaladta a 7-es számot. Észak-Magyarországon és a Dunántúlon volt a legerősebb a sugárzás. Ezeken a területeken 8-as indexet mértek a skálán. Molnár Csilla, az M1 meteorológusa arra is felhívta a figyelmet, hogy a következő napokban egyre melegebb lesz. Csütörtökön pedig fokozódik, sőt tetőzik a hőség, akkor már több ponton lehet 36 Celsius fok is. Pénteken aztán érkezik hozzánk egy hidegfront, ez majd egy picit szünetelteti a felmelegedést. Viszont ezt megelőzően azért nagyon fontos az is, hogy a napi középhőmérséklet már meghaladja az ország szinte minden vármegyéjében a 25 Celsius fokot, azaz citromsárga elsőfokú figyelmeztetés lesz érvényben. Szakemberek azt javasolják, hogy aki tudja, az használja ki a jó időt, de közben vigyázzon az egészségére is. Heves zivatarok okoztak jelentős károkat Franciaországban. Vasárnap késő délután hatalmas jégeső vonult végig az ország nyugati és középső részein. Szemtanúk szerint többfelé tornádó is kialakult az erős szél következtében. A tűzoltókat kidőlt fákhoz, megrongált kertekhez és tetőszerkezetekhez riasztották. Sajtóértesülések szerint hárman könnyebben megsérültek az ítéletidő miatt. Negyedik napja tombol szokatlan forróság Észak-Kelet-Indiában. Az ország 10 tartományában hőségriadó van érvényben, napközben több mint 40 fokot mértek. A közelgő monszun időszak miatt mindenhez ráadásul magas páratartalom is társul. A hőhullám már csaknem 100 halálos áldozatot követelt. Mindeközben az ország nyugati részén partot ért a Biparjoy nevű trópusi ciklon. Hatalmas erővel több mint 100 km/órás széllökésekkel csapott le India nyugati részére a Biparjoy névre keresztelt ciklon. A trópusi vihar helyi idő szerint csütörtök este érkezett meg a pakisztáni határ közelében található Jhaou partjaihoz. Az ítéletidő előtt több mint 180 ezer embernek kellett elhagynia otthonát, akiket átmeneti táborokban helyeztek el. A trópusi ciklon csaknem teljesen elöntötte a településeket, házak tetejét szakította le, fákat és villanyoszlopokat csavart ki, több ezer ember veszítette el otthonát. Mindenem oda van, nem maradt semmi, csak néhány papír és zacskó, mesélte egyikük. Az erős szél az elektromos hálózatot is jelentősen megrongálta, sok helyen nincs áram. Igyekszünk a lehető leghamarabb visszaállítani a normális állapotokat. Az államigazgatás azon dolgozik, hogy az emberek néhány órán belül minden szükséges ellátást, például ivóvizet, áramot és gyógyszert kapjanak, nyilatkozta az egészségügyi miniszter. Még az ország nyugati részét elöntötte a víz, addig Észak-Kelet-Indiát hőhullám sújtja. Az indiai meteorológiai szolgálat adatai szerint
Valliában pénteken 42,2 Celsius fokot mértek, ami csaknem 5 fokkal magasabb az ilyenkor megszokottnál. A szokatlan meleg mindenkit megvisel, de az idősek és a betegek különösen nehezen bírják. Sajtóértesülések szerint eddig már csaknem 100-an vesztették életüket a hőség miatt. A perzselő nyár az egész államban áramkimaradásokat okozott. Sokan nem jutnak vízhez, nem működnek a ventilátorok és a légkondicionálók sem. Szakértők szerint a hőhullámok az utóbbi évtizedben a klímaváltozás miatt egyre intenzívebbek lettek, és ez várhatóan csak tovább fokozódik. Halálos vihar söpört végig Brazília déli részén a hétvégén. Az ítéletidőnek legkevesebb egy tucatnyi halálos áldozata van, több mint 20 embert pedig még most is keresnek. A latin-amerikai ország déli részén tomboló vihar útjából 4000 ember telepítettek ki, de a villámáradások és földcsuszamlások így is hatalmas pusztítást végeztek. Elárasztott területeket és hatalmas pusztítást hagyott maga után a Brazíliát sújtó heves trópusi ciklon. A vihar pénteken özönvízszerű esőzéseket okozott az ország déli részén, ahol városrészeket és több hektárnyi termőterületet árasztott el. Egy rémálomban élünk. Nagyon sok segítségre lesz szükségünk a szövetségi kormánytól és az államtól is. Tudjuk, hogy a közösség és a régió is segíteni fog abban, hogy újra felépítsük otthonainkat, mondta bizakodva egy lakos. A ciklon a 8000 lakosú Karávárost érintette a legsúlyosabban. A hatóságok emberei az elmúlt két napban közel 2400 mentést hajtottak végre az érintett területeken, ahonnan mintegy 3000 embert evakuáltak biztonságos helyre. Célunk az első pillanattól kezdve az emberi életek védelme és mentése. Kimentjük a bajba jutott embereket, felkutatjuk az eltűnteket, és minden lehetséges támogatást megadunk a családoknak, nyilatkozta az államkormányzója. A legsúlyosabban érintett területek lakói közül sokan a városok szabadtéri sportlétesítményeiben kerestek menedéket. Nagy területen nincs áramszolgáltatás, több főút még mindig járhatatlan. A hatóságok több helyen is földcsuszamlás veszélyére figyelmeztették a lakosságot. Sajtóinformációk szerint eddig legalább 13-an vesztették életüket az ítéletidőben, 20 embert pedig eltűntként keresnek a hatóságok. Megkezdődött a dinnye szezon Japánban, és ahogy megszokhattuk, az ázsiai szigetországban ezt is különleges módon ünneplik. Hokkaidó szigetén árverésre bocsátották a legszebb gyümölcsöket, volt olyan dinnye, ami csak nem 1,5 millió forintért kelt el. Máshol pedig futóversennyel indult a szezon, ami stílusosan dinnyeföldeken átvezetett. Ismét rajtvonalhoz álltak a versenyzők a Tokióhoz közeli Tomisato városában, ahol a koronavírus miatt 4 év kihagyás után újra megrendezték a hagyományos futóversenyt. A bajnokság útvonala ugyanis a dinnyeföldek mentén vezet. A megmérettetést minden évben a dinnye szezonra időzítik, hogy a sport mellett a helyi finomságot is népszerűsítsék. A futóknak menet közben hűtött dinnyeszeleteket kínálnak. Mintegy 6000-en vettek részt a versenyen, a távol-keleti szigetország szinte minden szegletéből. Voltak, akik görög dinnye mintás labdával, mások kézzel készített dinnyés fejfedőben futották végig a 10 kilométeres távot, de a kevésbé edzettek 1,5 kilométert is futhattak. Célba írva azonban már minden résztvevő vidáman majszolta az édes gyümölcsöt. Nagyon meleg volt, de az ízletes görög dinnye energiával töltött fel minket, mondta az egyik versenyző. Japán legészakibb szigetén, Hokkaidón pedig dinnyeárverést rendeztek. Az aukció egyben a kereskedelmi szezon kezdetét is jelenti. Az egyik több mint 10 kilós dinnye rekordáron 700 000 jenért, azaz mintegy 1,5 millió forintért kelt el. Nagyon hálás vagyok ezért a magas árért. Az idei görög dinnyék nagyon finomak, mondta a termesztő. A szigeten nevelt sötét, szinte fekete színű dinnye Tóma város jelképének számít. Évente mindössze 10 000 darabot adnak el belőle. A híradót látták este 7:30-tól, további híreinkért kattintsanak bátran weboldalunkra. Azonnal jönnek a sporthírek, Dedecsik Ferenc várja önöket a Nemzeti Sporthíradóval.